Március 9. Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szentejétek meg szíveteket, ti kétszívűek. Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. A Krisztusnak alárendelt lélek az ő vára lesz, amelyet megtart e lázadó világban. A mennyei közben járunk által így birtokba vett lélek már bevehetetlen Sátán ostromának. Azonban, ha nem fogadjuk el Krisztus irányítását, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagy hatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt a mennyei közvetítőkkel, akkor Sátán veszi birtokába a szívet, s lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hitáltal Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak, az önszeretetnek, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát. Ám ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, verességet szenvedünk. A Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és állandó közösség hián az ellenség kényekedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk. Ellen G. White, Jézus élete, 274. és 275. oldal.